foglaljon éppen. Szeretettel köszönjük a kedves vendégeinket és a sajtóképviselőit. A Podgorzeci Vigyázó Kastély Szolgáltatás Fejlesztés Pályázatának záró rendezvényén. Engem Polgár Péternek hívnak, és örülök, hogy egyszerű polgárként Jófok és Bálók szellemisége mellett állhatok itt a teremben. Hát többen jelezték nekem, hogy egy dekoratív fölget szívesebben láttak volna egy műsorvezetőként. Nézegettem is mindenféle plastikai sebészetek karácsonyi ajánlatát, de aztán mégis úgy döntöttem, hogy saját magam fogok itt állni. Először is szeretném bemutatni önöknek a projekt lebonyolítóját, Adonyi Józsefet, az Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. Ügyvezető igazgatóját. Podvanicki családtól. A család rendkívül sok tagja, igen, sokat tett azért, hogy Keresztúr egy komoly településé változott. Itt az első ábrán a kastélyt láthatjuk, de a számozások egy kicsit eltérnek, mert legelőször ezt a hármas számú komplexumot, ami így néz ki, ez 1725-ben épült, ugye Buda elfoglalása után Pest szerepe megnövekedett, de nem csak megnövekedett, szükség volt arra is, hogy bejárjanak, sőt Pestet el kellett látni élelmiszerrel, tehát ebből az időszakból kezdődik, hogy fölemelkedett többek között Rákoskeresztúr is. A kettes számú rész, az egyes számú rész, ez maga a főépület így, hát ez egy 1970-es években készült alaprajz, más volt a felosztása tekintetben, hogy különböző szegény kastély különböző funkciókat teljesített. A összekötő szár kettes, ez két különböző időszakban készült, addig, amíg a főépület az 1760-ban, ez a rész 1820 és 1740 között. A négyes számú jelzett rész, az pedig az istálló és a kocsiszín volt, itt tartották a hintókat, azt hiszem két vagy három hintó volt, és a parád és rovakat. Ez egy
1820-as évek elején készült felvétel, indirekt módon naív festménytől, indirekt módon tudjuk, hogy mikor készült, mert akkor már a templom, amely 1800-ban avattak, és 1803-ban épült torony már állott, itt a kastélyt jól láthatjuk. Ez a kastély az 1890-es évek elején tulajdonképpen a tulajdonosa a 1883-ig Podmaniszki III. János, aki rendkívül gondos gazdája és felügyelője volt az egész területnek, hát ő lakott itt, halála után lánya Podmaniszki Zsuzsanna örökölte. Igen. Itt a kastély 1930-as évek közepén, itt már a lánya a 1906 és 1915 között átépítést hajtott végre, tehát itt már jól látszik a manzártető és egyéb olyan hát, díszítések, amit tényleg egy végső barokk, neobarokk stílust elnyerte. Itt a képen gróf Virágzó Sándorné született Podmaniszki Zsuzsát láthatjuk, elég hosszú életet élt, hála Istennek. Tulajdonképpen ezeket a képeket azért raktam én ide bele, hogy tiszteregjük ezzel is az ősöknek, ezeknek az embereknek. Következő kép, gróf Virágzó Sándor, ő 1895-ben kapott grófi rangot, mint érdekesség említem meg, magyar történelemben szinte hihetetlen, hogy Bárony cím átugrása nélkül rögtön grófi címet kapott. Nyilván olyan nagy érdemei voltak, hogy ebben a rendkívüli megtiszteltetésben részesült. A következő képen a három gyereket láthatjuk, Vigyázó Józefa, Vigyázó Ferenc és Vigyázó Sándorka. Itt pedig az örökhagyó Vigyázó Ferenc. Vigyázó Ferenc 1874 és 1928 között élt, ez az idősebbkori képe, nővére és öcsekkor már nem éltek az édesanyja és édesapa, végrendeletek figyelembevételével tekintettel arra, hogy a törvényes örökös nélkül halt meg, a teljes apai és anyai ágon örökölt vagyok, a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Itt ismernünk kell azt is, hogy szülei házassági szerződést kötöttek, mivel édesanyja első házasságából már két fia volt. A kastélyból Vigyázó Ferenc végkarátának megfelelő családi múzeumot hozott létre az MTA 1936-ban. Ez a kastélynak az egyik legszebb időszakának tekinthetjük ezt az időt. Hát a következő képen a kastély rendbehozata előtt a leégetető szerkezetet itt lehet jól látni, még mielőtt itt már némi kezdeményezés volt a újjáépítésre. Erre a leégésre még majd visszatérnék a későbbiekben. Ha körbejárunk a következő képet, kérném szépen. Itt a tetőszerkezetnek egy rendkívül, azért tettem be egy rendkívül érdekes technikai újdonsága. Ez egy meghajtott szerkezet, amely követi a barokk tetőnek, a tulajdonképpen barokk tetőzetet tartja. Igen. Ahogy körbejárjuk kívülről a kastélyt, itt a déli homlokzat az udvar részről látható, a Podmaniszki Vigyázó kettős címer, itt látható a két védőállat, a Podmaniszkiak címere volt egy fegyveres vitéz, karddal a kezében vérző török fejjel, ez az Osztroszkij családnak a címere, ez pedig a Vigyázó családnak a címere, a kilencágú grófi koronával. Köszönöm. Ez az utcai részen a Podmaniszki Osztroszkij címer
tulajdonképpen Rákoskereszt úr, illetve a Podbaniszki birtok központja Aszód volt. 40 ezer hold abban az időben, 40 ezer hold és mindegy 15 ezer hold bérleménye volt a Podbaniszki családnak, természetesen az akkori hát termelési viszonyok között, illetve az, hogy az ország középső része nagyon el volt hanyagolva a mezőgazdaságilag, hát nagynak nagyonak számított, de a termés nem volt olyan nagy. Itt látszik a leégés utáni ideiglenes tető. Következő. Itt megint csak a kettős címer, itt nem sajnálom, itt némi hát, vita volt. Minden egyes kastélynál szokás volt az, hogy a családok címere fölé oda került vagy a nemes, ötágú nemesi címer, vagy a hétágú bárói, vagy a kilencágú trófi címer. Ez a címer valószínű, hogy a II. Világháború utáni rendbehozatalnál lemaradt. Látszik, hogy a kastély már az 1920-as években is hát, tatarozásra szorult volna, de a báró gróf Vigyázó Ferencnek nem volt ideje a két nagy birtoknak a rendbetartására, és ügyének foglalkozása. Az utcai fronton, tehát a Pesti úti részen, a kerítés oszlopokon egy-egy kis figura volt látható, amelyek 1760-ban készültek, és egyes vélemények szerint hát egy-egy foglalkozást mutattak volna be. Következő képen még mielőtt a tetőszerkezet leégett, abból van néhány, maradt fent néhány felvétel, abból mutatom be részleteket, lehet, hogy ezt fogjuk is majd látni. Igen. Hát ez az interjör a magából a múzeumból, erről is fogok látni néhány képet. Itt a tetőszer az egyik, tehát négy nagyobb helység volt jobbról, balról, középen pedig volt a nagy hát, fogadó helység. Ez az egyik oldalszárnak a képe. Következő, kérném szépen. Ez megint egy belső rész, hogy hogyan is nézett ki. Ez a freskó részlet az ében a nagy teremnek a mennyezetét freskó borította. Természetes, ugye itt a különböző időszakok alatt hát, lefestések meg egyebek. Ez egy feltárásnak egy részlete. A feltárást végző néhány deciméteres területeket tártak fel. A feltárást végző Lángi József véleménye szerint egy görög mitológiai sorozat, képsorozat volt, ember nagyságú alakokkal, többek között Pallas Athéné. Kérem. Hát ez a helység, ahol most vagyunk. Így nézett ki, ugye, hát már némi kis hát állagjavítás történt, így már ezen a képen is, de hát ahol most vagyunk, ez a kép következő. Ez a kép a múzeumból részlet. Több kép is volt, rendkívül gazdag gyűjtemény található itt. Ez megint csak gyönyörű szép egyik kristály vázákkal. Itt megint egy belső rész. Itt kupák és egyéb ezüst, aranyozott szerkezet. Nagyon szép ötvös munkák voltak. Itt három vagy négy festmény. Itt megint csak a múzeum belső részeiből. Múzeum ismét, ezek is, igen,
Hát én szeretném azt, hogy ezen a nagyon szép időszaka volt a katét életében a múzeumnak. Egyetlen szépséghibája volt, hogy a kastély nem volt látogatható, csak az akadémia főtitkárnak külön engedélyével, ősztől tavaszig pedig zárva volt. Ez egy, még ha szabad visszakérni az előző képet, 2008-ban Vigyázó Sánt Ferenc halálának a 80. évfordulójára az akadémia az önkormány, Rákosmente önkormányzattal közösen emlékünnepséget tartott. Ehhez az emlékünnepséghez összeszedték jó néhány dolgot, ami valamikor itt volt a múzeumban. Látható a képen majd, még egy picit szabad visszamenni. Még egyet. Itt van Podmaniszkegy János, aki az alapítója volt a családnak, gyereke, Oszlószi Judit a felesége, 1715-ben kötöttek házasságot. Oszlószi Juditról annyit kell tudnunk, hogy Orci Lőrinchez ment feleségül, és az ő egyötött birtok részéből alakult ki később Rákoshegy és Rákoskeresztúr. Rákoshegy és Rákosliget, ő pedig második, hát Podmaniszki János. Itt a különböző hát ezüst tárgyak és rendkívül gyönyörű szép óragyűjtemény is volt. Itt egy gyönyörű szép flamand freskót láthattunk az előbb. Azt a szabad visszakérni. Még egyet. Ez Didó és én ásza egy barlangban. Ez a freskó körülbelül 3 méter szer 1 méter 60 centi. Három ilyen gyönyörű szép nagy freskó volt található a múzeumban. Igen, léphetünk akkor tovább. Nos, ugyanezen a, amikor az emlékülés volt, ugye említettem, hogy az akadémiám, az akadémia állami kiállításán belül létesült egy kamara kiállítás, itt kódexeket és könyveket láthatunk. A következőt szeretném mindenképpen megemlíteni, hogy 1945-ben találat érte az épületet, akkor gyorsan az akadémia egy részét az anyagnak elmenekítette, biztonságba helyezte. De sajnos a itt maradt rész az a háborúnak a martaléka lett, akár csak a 100 000 példányra becsült 280 éves Podmaniszki levéltár, ami rendkívül érdekes volt. Ami viszont örömünkre megmaradt, és igen nagy értéket képvisel, 117 000 kötetes könyvtárat is ajándékozott Vigyázó Ferenc az akadémiának. Itt nem a darabszám volt a lényeg, hanem az, hogy 450 darab 1500. január 1-i előtt úgynevezett ősnyomtatvány volt található, illetve itt láthatunk kódex részleteket, 43 kötetben 45 kódex. Ez külön nagy érdekessége, vagy nagy értéke a könyvtárnak, a hagyatéknak, a teljes értékét a vagyonnak 16 000-re becsülték. A képanyag a Tudományos Akadémia tulajdona, ezt csak azért hívom föl, hogy hát annak megfelelően, csak módjával tessék felhasználni a képeket. A háború után rendbe hozták a sérülést, amit szenvedett 44 augusztusában. A mezőgazdasági minisztérium elment, természetesen az állam az akadémiától is elvett mindent. TS iroda lett, aztán lett gimnázium, végül pedig gyerekotthon. 1995-ben hát leégett, könnyező gomba támadta meg a faszerkezetet, ezt csak rendkívüli áthevítéssel lehetett kiküszöbölni. Egy ilyen hétvégén, pénteki napon elmentek az emberek dolgozni, a felhevült fagerendákat a feltámadt szél felgyújtotta, tűzlet, beleszakadt az épület
tetőzete, többek között a padlások tárolt kályák is tönkre mentek, de én átadnám a szót az Adonyi úrnak, aki a további részét sokkal jobban ismeri, mint én. 81-től volt 2002-ig, 3-ig a kastély árvátlan, tehát addig nem volt gazdája volt, csak nem volt üzemeltetve. Ez időszak alatt volt a kastélyban a legnagyobb kár. Én 95-től szeretnék bekapcsolódni ebbe az épületnek az építésébe, vagy valójában 2003-tól, mert 95-ig elmondta Tóth Péter úr, hogy ez a kastély ez milyen állapotban volt, és kinek a tulajdona. A főpület és a kertnek a része, ez már egy kitakarított állapot volt. Mi 92-93-ban vásároltuk meg az ingatlant, és akkor elkezdtük a munkákat. Voltak olyan munkák, amit engedély nélkül lehetett kezdeni. 93-ban beadtuk az építési engedélyt, és megkaptuk a műemlékhivataltól az építési engedélyt, és elkezdtük a víz, csapadékvíznek a károkozásának az elhárításait, tetőnek a kúrja és az istálló tetőnek a szerkezetének és a statikájának a megerősítését és a tetőépítését. Hát ez a mai állapot, hát inkább azt mondom, hogy tavaly őszi állapot volt ez a kép, ez a 2011-es novemberi állapotnak megfelelő 2012 elején kezdődött a munka. 2011 novemberében nyertünk a Prorégiótól egy visszaemtéző támogatást, és ennek a támogatásnak a felhasználásával valósítottuk meg a főépületnek a földszint és a tető kialakítását az eredeti műemléki állapotoknak és az igényeknek megfelelően. Itt lehet látni a tetőnek a bontását, ezt elkezdtük, és ebben együtt párhuzamosan a tetőnek az építése, itt a szerkezetnek, a tetőszerkezetnek a bontása. Így nézett ki a padlástér fejünk fölött. Ez egy ideiglenes tető volt, ami nagyon jól meg lett csinálva. Ennek a tetőnek a monolit vasbeton szerkezete, amit most itt lehet látni, ez alatt van egy 30-60-70 centis hőszigetelő réteg feltöltése, hol mit kíván, és ez kapott egy vízszigetelést, és a vízszigetelésre kapott egy vékony szerelőbeton, és a szerelőbetonon látjuk ezt a monolit vasbeton vált szerkezetet, ami hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy teherbírású, tehát nem személy, hanem nem személyi, emberi felhasználás, gépkocsi, személygépkocsi használata is alkalmas lenne. Itt lehet látni azt, hogy párhuzamosan építjük a földrémet és bontjuk a tetőt. Itt már egy része készen volt, és itt tulajdonképpen a két vége készen volt, le volt betonozva, és a közepén maradt ez a középső szintrész, a szerkezetnek a bontása. Itt meg van szüntetve a teljes tetőszerkezet, le van bontva. Itt van egy lépcsőház kialakítás, ugyanis az épületben csak egy padlás feljáró volt, ami meg is maradt, és a műemlékhivatalnak az engedély alapján kialakítottunk egy lépcsőházat, ugyanis későbbi elképzelésünk az, hogy a felső tetőteret beépítsük, és ott egy rendezvénytermet, egy nagy befogadós képességű rendezvénytermet alakítsunk ki. Ez a felső tetőszerkezetnek lehet látni, a monolit vasbeton készen van, monolit pilléreket, és erre a pillérekre lett egy fejgerenda téve, ami később. Itt lehet látni, hogy már be van zsalúzva, és csinálják, le van betonozva a fejgerenda. Ennek a fejgerendának a statikai terhelhetősége a mostani épületnek a teljes alátámasztás nélküli teherhordó szerkezetnek a kiépítése volt. Itt lehet látni a monolit betonozást a pilléreknek és a így nézett ki belsőségek felújítása közben. Itt a műemlékhivatalnak az engedélye alapján több szakhatósági engedélyt kellett beszereznünk. Volt olyan, ami gipsz és volt olyan, ami freskó engedélyeket. Ezeknek az engedélyeknek a beszerzése után lehetett feltárásokat és restaurálási engedélyeket és munkákat végezni az épületben. Ez még egy jó állapot, amit itt látunk, ettől sokkal rosszabb állapotok voltak a kastély épületén belül.
Ez 2012. 10. 11-én így nézett ki. Ma már készen vagyunk. Egy hónapos csúszásba voltunk, különböző engedélyek és technikai jogok véget, ugyanis 11. hóban lejárt az engedély, és ezt meghosszabbítottuk. Nem az építési engedély, hanem a ProRegiónak a pályázati része, amit meg kell hosszabbítanunk, és ez 20-áig, 19-éig, tehát a mai nap holnap jár le, de készen is lettünk ezekkel a munkákkal. Itt ebben a teremben ülünk, és amit látunk, ez az a hajtónak a betétele, ez a valódi hajtó, ugyanúgy néz ki, mint a többi, ami régi és felújított. Ez a tetőszerkezet, tehát nem székállásos és András keresztes és fogópáros rendszerbe építettük, hanem egy ragasztott technológiával csináltuk meg, aminek a fölém teljes élhető teret biztosítottunk a teljes tetőszerkezetbe. A felső tetőtérnek a belmagassága 80 cm méterre magasabb, mint ez a belső tér. Tehát egy nagyon komoly 450 négyzetméteres egy légteret kaptunk fönti, fölöttünk lévő teremben. Ez az épületnek a szerkezet építése, a tetőszerkezet építése. Itt kész van a vászszerkezet, mindegy felfordított hajó, ez úgy néz ki. A nagyterem festés közben a mostani helységről beszélünk, ezt egy házasságkötő teremnek szeretnénk átadni az önkormányzattal. A pályázatunk, a vásárlási előtti pályázatunkban már erre kitértünk, azóta a polgármester úrral részlevetően többször tárgyaltunk erről, és hát ha megvesz a használat engedély, akkor ez hamarosan. Itt vannak a felújítás előtti állapotok és legyártott díszpipádogok. Hát ez egy nagyon ügyes ember, és nagyon köszönöm neki, hogy megismerhettem. Bilonka Istvánnak hívják ezt, nagyon szeretném kiemelni. Ez a mostani folyosó, tetőnek a fóliázás és a létszedése. Ez a kupolának az építése, és itt kezdődött el a palázás. Ez a belső teremnek a többszöri szénváltás utáni végleges állapota, a most jelenlévő alakult ki. Itt több szint próbáltunk a műemléki hivatallal és a restaurátorral közösen keverni. Hát a Gébelet hivatal festőmész úgy csinálta, tulajdonképpen ez az ő munkája. Itt szivattuk őt egy kicsit. Ez a nagyteremnek a további munkái. Itt már készen vagyunk a nagyteremmel. Tulajdonképpen a nagyteremben és az egész épületben ólomkristály csinárok vannak. Léptünk, igen. Ez a díszpimádogos munkáknak a felhelyezése. És itt lehet látni a tetőnek a tényleg szakszerű kivitelezését és a minőségi munkáit. Palafedéssel kell, hogy a helyreállítást elvégezzük, ugyanis nem engedte a műemlék hivatal 2002-2003-ban, hogy cserépet csináljuk, ugyanis akkor, amikor felújították ezt az épületet, 906-911 között, akkor palafedés az nagy durranás volt, és ugyanazt az állapotot kellett visszaállítanunk. Itt lehet látni a tetőszerkezet már ki van szedve, mert ez a sok székállás és egyéb tartó elem, még benne van egy pár tartó szerkezet. Ez a laterna, ez a csúcsdísz tulajdonképpen, hát ez egy latin szó, úgy tudom, ennek a nyitott, áttört kupola a magyarra lefordítható neve. Én csak azért tudom, mert a kollégám utána nézett és elmondta. Igaz, Attila? Itt van a csúcsdísznek a felhelyezése daruval, ez az utolsó stádiumokban, és itt ül a Bilonka úr, a daru horgán, és rakja fel a csúcs, szívó csúcsot. Hát most itt ül a széken mögöttünk. Kényelmesebb, azt hiszem. És itt ebben az állapotában már készen van a tető, itt nagyon kevés bálogos munka hiányzik, és van egy ilyen mávűsvának nevezett kis szimbólum, amivel a tetőnek a befejezését jelképezi. A belső felújítások folyamatosan történtek, 18. hó 8. állapotot tükröz, hát ezután az időpont után kb. 20 ember dolgozott itt az épületben. Itt készen van a tető. A tető homokzatán lévő kövezés az
mind az eredeti állapotának megfelelően lett elhelyezve. Itt ugyanazok a történések vannak. Ez a belépő helyiségnek a kialakítása. Ide varázsoltunk bele egy ilyen szép intarziát kőbe, és ott lehet látni, hogy 11. hó 9-én a belső teremben, ami most díszterem, az még álltak a cementes zsákok rendesen. Ez a lépcső 11. hó 20-án így nézett ki. Ma már, ha akartam volna, teljesen készen van, csak nem akartuk. Ez a padlás feljáró lépcső, ami véglegesen egy végső megoldás lesz. A kémények, imitációk, ugyanis az épület az nem hagyományos fűtése van már fűtve, viszont a eredeti állapotok megfelelően helyreállítottuk a kéményeket. Még bizonyos díszek hiányoznak róla, de ez már meg az egész épületből még nagyon sok dolog hiányzik, de ez már mind csak cicamázás lesz. Az még egy-két hónapos. Ez a mostani helységnek a kész állapota, takarítás előtti, fiberetakarítás előtti állapot. Ez a lépcső, igen. Festők, épületszobrászok folyamatosan dolgoztak. Lehet látni, hogy a csinár előtt készen volt, mint a fal, de volt még egy-két helységben, ahol még nincs fiberetakarítás, ott még be is van fóliázva. Itt már volt egy borkostolónk, egy fusiba. És itt valójában teljes felújított kastélyt láthatjuk. Azt hiszem, hogy nem is nagyon volt több képük, ugye? Igen, köszönjük szépen! Köszönjük figyelmüket! Tiszteletben köszönjük a polgármesteret. Nem tudom, hogy egy-két szót hozzá kívánne szólni. Meghívtunk minden polgármestert és minden országgyűlési képviselőt, aki ebben a kastély 10 évében jelen volt a hivatalban, hát a testületet is, hát a testületet is a hivatalt a polgármester úr képviselő. Hogyha esetleg egy-két szót kívánom, nagyon szívesen átadnám. Köszönöm szépen! És még két szót szeretnék hozzátenni. A kúria és az istálló fölött 10 darab kétágyas szobát szeretnénk kialakítani, melynek az engedési eljárása és a tervei szintén mostanában első hetében kerülnek bejutásra a megfelelő hatósághoz. Nagyon szépen köszönöm!